Kalotás Zsolt ifjúkorában lépett be a fotózás világába, és a mai napig ámulatba ejti a természet és a különleges képek. Valamikor ifjúkoromban, amikor egyetemista voltam, akkor vettem az első fényképezőgépemet, és hogy mi közöm van ez a kiállításhoz? Hát nagyon sok közöm van. Egyrészt én voltam ennek a Magyar Természetfotósok Szövetségének az alapító elnöke, 1989-ben hoztuk létre ezt a szervezetet, és ehhez a kiállításhoz pedig azért van közöm, mert 93 óta vagy szervezője, vagy résztvevője, vagy zsűri tagja, vagy zsűri elnöke voltam. A fényképkészítő eszközök palettája kiszélesedett, manapság már mindenki zsebében megbújik egy telefon, amivel el lehet kapni a megfelelő pillanatot. Úgy gondolom, hogy valaki jó kép készítsen, most már bármivel lehet. Ezen a kiállításon is nem csak fényképezőgépekkel készítettek képeket, hanem mobiltelefonokkal, GoPro kamerákkal. Sőt, ha visszamegyek egy kicsit régebbre, az első képek azok még ilyen jó kamerával készültek, amikor még lencse sem volt. Tehát mindennel lehet fényképet készíteni. A mai világban különösen, amikor a digitális fényképezés teret hódít, tehát gyakorlatilag mindenkinél van egy mobiltelefon, és mindenki tud képet készíteni. De hogy egy kép az milyen lesz, az nem a technikától függ elsősorban, hanem attól, hogy ki készíti azt a képet, milyen nézőpontból készíti, milyen megközelítésben próbálja magát visszaadni azon a képen, milyen pillanatot akar megfogni. Tehát úgy gondolom, hogy mindenki lehet természetfotós manapság már, mert természetben mindenki jár remélhetőleg, és igyekszik is megörökíteni ott azokat a pillanatokat, ami neki nagyon tetszik, de hogy ez milyen emóciót vált ki másokból, milyen művészi tartalommal bír, ez majd akkor fog kiderülni, amikor a kép elkészül. Sok elmélet születik arról, hogy mitől is lesz igazán jó egy fotó. A szövetség tagja megosztotta velünk erről alkotott véleményét. Olyan pillanatot örökít meg, ami különleges. Attól, hogy milyen nézőpontot választ, milyen megvilágítást, milyen kompozíciót választ a készítője. És gondolom azt, hogy miután minden szubjektív, így a természetfotózásban is szubjektív az, hogy ki mint és hogyan ítéli meg a képeket. Nyilvánvalóan mindjárt mások vagyunk, van akinek egyik jobban tetszik, a tárképek jobban tetszenek, van akinek a finom pillanatok, van akinek az akciófotók. Tehát ezen a kiállításon viszont minden megtalálható, hogyha az ember végignézi a képeket, láthatja azt, hogy a pályázók és a zsűri igyekezett egy olyan képet adni a magyar természetfotózásról, amelyek bizonyítják azt, hogy mi ebben a dologban úgy tűnik, hogy tényleg nemzetközi topon vagyunk. Daróczi Csaba képei is megtalálhatóak a teremben, aki 2023-ban az év természetfotósa lett. A múlt században, 1996-ban kezdett el igazán komolyabban fényképezni. A NaturArtnak, tehát a Magyar Természetfotósoknak Szövetségének a tagja, az első sikereit is itt ért el. Gyakorlatilag ifjúsági kategóriában nyert akkor egy kollektív díjat, de már akkor látszott rajta, hogy egy nagyon innovatív útkereső fotós, és rengeteget fejlődött. Volt olyan év, amikor a világon ő volt a legeredményesebb természetfotós, mindenkit figyelembe véve, a nagy pályázatot figyelembe véve. És mindig tud meglepetést okozni számunkra. Újabban már azt mondta, hogy ő nem is akar fényképezni igazi fényképezőgépekkel, neki megfelelő egy mobiltelefon, egy megfelelő GoPro kamera, és ezekkel a készítőkkel is képes olyan képeket készíteni, hogy nagy nemzeti pályázatokon elviszi a fődíjat velük. A Magasugrás című kép Moldován Zsolt elkapott momentuma, ami az év természet fotója lett 2023-ban, ezt is megtekinthetjük a helyszínen. Borzasztóan irigylem a fotóst, aki szerencsés volt ilyen pillanatot elkapni. Úgy gondolom, hogy ezen a pályázaton több olyan kép is van, ami megismételhetetlen, ez az egyik olyan. Tehát erre nem lehet készülni, erre ez hihetetlen nagy szerencse is kell. Nyilván rengeteg kitartás, mert a fotós leírta azt, hogy milyen legeteket járt ki erre a területre, figyelte a rókákat, hogyan dolgoznak, hogyan hozza a szülő a gyerekeknek, a rókakölyköknek a táplálékot, meg azt hogyan játszanak a kicsik. És ez a kép, ez a sok közül, hát nem tudom hány százat, ezeret készített, úgymond besikerült. Ilyen képet még én azt hiszem, nem csak Magyarországon, de a világon sem láttam. Tehát egy annyira csodálatos pillanat, és minden helyén van. Tehát szerkezetileg, élességben, a cserebogár,
ott van, ahol kell, a róka ott van, ahol kell, gyönyörű színvilága van, visszafogott monokróm színvilág van a képnek. Hát, mondtam a zenés, csak írj, nem tudom azt a fotóst, akinek ilyen nagyszerű képe van, ilyen nagyszerű képet tud csinálni, és remélem, hogy ez nem az utolsó számára sem. Akad, aki rengeteget utazik egy jó kép elkészítéséhez, míg mások csak a szomszéd településig mennek el. Hát sokfélék vagyunk. Vannak, akik elmennek a világ végére, hogy ott találják meg a szerencséjüket, azt a témát, ami számukra meghozza a sikert. Vannak, akik viszont nem mennek messzire a lakóhelyüktől. Daróczi Csabáról beszéltünk, aki a képeit a lakóhelyek környezetéből 15-20 km-es környezetben készíti. Tehát ő nem megy messzire. Hihetetlen fontos az, hogy valaki meglássa azt a apró témát, ami más, aki más nem vesz észre, elmegy mellette, és meglássa benne azt, hogy hogyan lehet ebből képet formálni. A Csaba ilyen fiatalember. Neki nem kell elmenni sem az Antarktiszra, sem a trópusokra, sem Afrika szavannáira. Számára Solt-Vadkert és környéke minden témát tartalmaz, és kimeríthetetlen, ahogy látszik. Bensőséges légkört teremtett a megnyitón Barta Balázs és Matók Ákos élő zenéje. A helyiséget megtöltötték jobbnál jobb fotókkal, lenyűgöző pillanatokkal, sok színűséggel. A kiállítás azt a fajta élményt nyújtja, aminek emléke maradandó, akaratlanul is újra és újra visszagondolunk a látottakra.